sokkal értékesebbnek tartom, mintha egy fotóművész bemegy az erdőbe és elkezd fotózni az ő szemszöge szerint. Maros Sándor a zsűri elnökeként értékelte az idei pályázat anyagát. A díjazottak Varga Attilától, a helyi csoport titkárától vették át jutalmukat. Gál Sándor az idén harmadik helyezést ért el, Hopp Eszter felvétele a második díjat érdemelte ki, a legjobb képet pedig Gyergyák Lajos készítette. Fűr Tamás külön díjat kapott fotójáért. A szakmai program első előadását Szakács László, nyugdíjas erdésztechnikus tartotta. Dalában nagyon sokan várják egyébként az országosan, és hogy a Híres Dalai Ermény történetéről arról olvashassanak, nagyon gazdag, hozzáteszem, még részben feltalálnak. Szakács László az első világháború idejét idézte, bemutatva az akkori zalai erdőgazdálkodást. A hallgatóságot több téma várta a szakmai nap keretében. Nem csak ilyen szakmai programok vannak, hanem természetesen kirándulás is, amikor szemrevételezik azokat a szakmai problémákat, feladatokat, mondjuk egy másik erdőgazdaságnál a kollégák, amik éppen foglalkoztatják a szakmát. Ez egy másfajta rendezvény, itt előadásokat hallgatnak mind az öt erdészetünk, illetve a központ dolgozói. Szakács László után az Őrségi Nemzeti Park természetvédelmi igazgatóhelyettese az Egyesült Államok nemzeti parkjait mutatta be.